Negyedik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a szociális munkanapját. Az Őz utcai Szociális Gondozási Központban 12 szociális dolgozó vehetett át kitüntetést. Az igazgató beszédében úgy fogalmazott, a szociális munka a legnemesebb munka, amelyhez empátia, emberség és türelem szükséges. Számomra a szociális munka világnapjának az az üzenete, hogy még mindig vannak olyan szociális szakemberek az ágazatban, akik tulajdonképpen hivatásuknak tekintik maga a szakmát, annak ellenére, hogy rendkívül nehéz és sokat embert próbáló feladat. A szociális munkának van múltja, bízom benne, hogy van jövője, de azt gondolom, hogy én még most igazából a jelenét hangsúlyoznám. Akkor, mikor a koronavírus világjárvány még nem ért véget, ugyanakkor a jelenünket a háború, a gazdasági válság, az árak drasztikus emelkedése jellemzi. Ez mindenféleképpen hatással van az egyénekre és a családokra. Ugyanakkor nagyon nagy terhet ró a szociális ágazatra, a szociális ágazatban működő intézményekre és az abban dolgozó munkatársak számára is. Az igazgató hozzátette, az intézmény célja az, hogy aki egyszer megkereste őket, utána már mindig számíthasson segítségre, és erre a jövőben még nagyobb szükség lehet. Az én értékrendem az, hogy mivel elég széleskörű ellátásokat biztosítunk, mondhatnám azt, hogy házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bentlakásos ellátás, hogy aki egyszer minket megkeres, ne kerüljön ki a szolgáltatásainkból, hanem mindig a szükségleteihez igazodva tudjuk neki a megfelelő ellátást biztosítani. Tehát ha adott esetben a házi segítségnyújtásban, tehát ha az otthonában igényel az ellátást, ott segítsünk, de hogyha szükség van a bentlakásos elhelyezésre, akkor tudjuk a rendszerben tovább vinni, tovább ellátni. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy az ellátás kezdetekor kialakul egy bizalom, és ezt a bizalmat tovább szeretnénk erősíteni. Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, bár egyelőre úgy tűnik, április 30-ig lesznek hatályban a rendkívüli intézkedések, az energiatakarékossági megoldásoktól függetlenül a szolgáltatásokat továbbra is zavartalanul biztosítják. Nem voltak itt akkor nagy változások, mint amit ez az összevonások sugallnak. Mondok egy példát, itt a gondozási központban vagyunk, történt olyan összevonás, hogy egy épületben, de külön egységben működött a házi gondozói körzet és a nappali ellátás. És egyszerűen van elegendő terület és hely a nappali ellátásban, a házi gondozói körzet beköltözik oda. Hát a gondozó nem bent egy irodába vagy egy központba gondoz, hanem kint van telepen. Tehát ez tulajdonképpen, ha nem lenne energiaválság, még akkor is meg lehetett volna lépni egy ilyen lépést. Ugyanígy a városmajori gondozó között átköltözik ide az őszközbe, ahol most vagyunk. Tehát én úgy érzem, hogy nem kell egy túl nagy dolgokat belegondolni, ami a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnak a működését illeti. Talán egy ilyen jelentősebb mozgást említenék, és ez is engedélyeztetés alatt van a kormányhivatal által. A Vécsei utcán van két nappali ellátás, és a téli hónapokra az egyik átközik a másikhoz, és ott fogják megkapni ugyanazt az ellátást az ellátottak. Tehát az ellátottak nem csorbulnak. Ilyen észrevételek lehetnek. Az alpolgármester hozzátette, a nyíregyházi szociális ellátórendszer valamennyi dolgozója megérdemli az ünneplést, hiszen a város teljes lakosságát lefedik szolgáltatásaikkal. A Család és Gyermekjóléti Központ a családsegítést végzi, mellette a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény működteti a bölcsödéket, a családok átmeneti otthonát, valamint a gyermekek átmeneti otthonát. És ehhez társul még harmadikként a Szociális Gondozási Központ. A szociális munka napja 1997 óta, naptár szerint november 12-e. Magyarországon 2017 óta ünnepnap és egyben munkaszüneti nap a szociális dolgozók számára, amely idén szombatra esett.